Kutya baleset az mindig lesz és mindig volt, de nyilván védekezni lehet valamilyen szinten a sokféle baleset ellen. Hát milyen balesetek jöhetnek itt szóba? Nyilván a leesés, magasról leesés az egy városi körülmények között egy gyakori probléma. Autóbaleset szintén, a verekedésből, a kutyáknak az egymással való verekedéséből származó sérülések is viszonylag gyakoriak. Tehát ide sorolhatjuk a mérgezést is. Olyan tápanyagot vesz föl, vagy olyan dolgokat vesz föl, ez lehet akár idegentest is, vagy mérgezett anyag, amire ő nem gondolja, hogy ez az, tehát nem veszi észre, hogy ez az. De hát ide sorolhatjuk azt, amikor télen a hó alatt az üvegcserébe belelép a kutya, ami kivéthetetlen. De mivel tudunk mégiscsak hatni arra, hogy minél kevesebb ilyen baleset legyen? Én azon a fegyelmezés és a szófogadásnak a megtanulása, az nagyon sokat segít ezen. A kutya autóbaleseteinek a legnagyobb része akkor szokott előfordulni, amikor póráz nélkül sétáltatjuk az állatot egy viszonylag nem túl forgalmas területen, és a kutya valamit észlel, egy macskát, egy mókust, egy bármit, nem tudom, és ettől hirtelen eliramodik. És ha pont akkor jön egy autó, egy teherautó, stb., akkor bizony megtörténhet a baleset. Ha fegyelmezésre oktattuk, és igen jól megtanulta a fegyelmezettséget a kutya, a járdánál leül, ha szólunk neki, akkor megáll, visszajön, vissza tudjuk hívni. Ezek nagy mértékben segítik a baleseteknek az elkerülését. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy tanítsa a kutyáját, és a tanításba a fegyelmezettségnek az elfogadása is benne van. Mindez játékos formában, természetesen jutalomfalatokkal és kedveskedéssel fogjuk elérni, nem annyira az erőfölénynek a mutogatásával. Mikor kell állatorvoshoz fordulni, tehát minden olyan esetben, amikor a balesetnek látható következményei vannak. Tehát az üvegbe lépett kutya vérző lábbal nyilván minél hamarabb a legközelebbi állatorvoshoz menjen. Addig is, ameddig elérünk az állatorvoshoz, egy nyomókötést valahogy próbáljunk felhelyezni, minél kevesebb vért veszítsen. Ha mérgezés gyanú van, szintén forduljunk állatorvoshoz, hiszen az állatorvosi kezelésnek hatására hamarabb van túl a mérgezése, vagy uram, bocsánat, az életét is megmenthetjük ezzel. Az idegentesteknek a megevése, dió, mogyoró, különböző műanyag dolgok, gumi dolgok, játékok, legó, stb. Sokszor találkozunk ilyesmikkel, emészthetetlen dolgokról van szó. Ezeknek egy része megoldódik magától, de ez a kisebbik része, leggyakrabban valamilyen beavatkozással kell ezektől megmenteni a következményektől megmenteni a kutyát. Lehet ez műtét, vagy pedig valamilyen endoszkópos, kiemeléses, mindegy. A lényeg az, hogy állatorvoshoz kell fordulni azokban az esetekben, amikor a balesetnek számunkra megoldhatatlan következményei vannak. Az állatorvosok ezért vannak, hogy segítsenek az ilyen esetekben is.